Mint arról már korábban beszámoltunk, Julian Jenner a DVTK játékosa lett, és hogyha már aláírta a szerződését, első interjúját rögtön a DVTK TV-nek adta. Julian, Isten hozott Diósgyőrben, illetve újra Magyarországon. Miért pont a DVTK-t választottad? DVTK nagyon jó csapat. Ez gyönyörű szurkoló. Ez ma nagyon boldog vagyok. Ez jó, minden oké, most szenne. Bár Julian egyre jobban beszél magyarul, a beszélgetést innen már angolul folytattuk. I'm very happy to sign here. Was a long journey. Hosszú tárgyalás alatt után írtam alá a szerződésemet, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Georgi Attilának és Árki Gábornak szeretnék köszönetet mondani, akik nagyon sokat dolgoztak a háttérben. Ami a Diósgyőrről először eszembe jutott, az az, hogy amikor egy másik csapat tagjaként itt játszottam, és 4-1-re vezettünk, akkor is szinte ugyanúgy szurkoltak a hazaiak, mintha ők vezettek volna. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, akkor magában ragadott a szurkolásuk, minden tiszteletem az övék. A Diósgyőr egy nagy klub, egy fanatikus szurkolótáborral háta mögött. Izgatottan várom az első mérkőzést itt a Diósgyőri stadionban. Nagyra törő tervei vannak a DVTK-nak, folyamatosan fejlődik a klub. Nekem is az a célom, hogy bajnok legyek, ezért bízom abban, hogy együtt elérhetjük az álmainkat. Ezt követően azt kérdeztük, mennyire ismeri Miskolcot, mennyire ismeri a DVTK-t és a csapattársakat. I know Miskolc a little bit, but not too much. I will experience this. Elkezdtem feltérképezni Miskolcot, a barátnőm már sokat mesélt róla. A DVTK játékosai közül a tavalyi évből Futács Márkó az, akire a legjobban emlékszem. Sajnálom, hogy már nem játszhatok együtt vele. Amikor a Ferencváros játékosa voltam, mindig azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy a Diósgyőrt legyőzzük. Ebből is gondoltam már akkor, hogy a DVTK egy jó csapat, mert minden klubnak fontos, hogy megszerezze ellene a 3 pontot. Ígérem, hogy Diósgyőri játékosként mindig 100%-ot vagy annál is többet fogok nyújtani, és szeretném élvezni a labdarúgást. Mivel telt az elmúlt néhány hónapod? I was waiting for a new club. Arra vártam, hogy új klubot találjak, mert az előző egyesületem nem hosszabbított velem szerződést. Szeretem volna Magyarországon maradni, volt is megkeresés, konkrét ajánlat, de visszautasítottam mindegyiket, mert nem éreztem megfelelőnek őket. Az ügynököm arról tájékoztatott, hogy a Diósgyőr nagyon szeretne megszerezni. Folyamatosan hívtak, éreztem, hogy nagyon szeretnék, hogy a játékosuk legyek, ez jó érzéssel töltött el. Hollandiában visszatértem a Vitesshez, ahol ifjúsági edző voltam, és ezzel párhuzamosan a tartalékcsapatban edzettem. Nem elégedtem meg az utánpótlás edzősködéssel, éreztem, van még bennem elég erő, hogy profi labdarúgóként folytassam. A foci az életem, és mindent megteszek azért, hogy focizhassak. 45 percet akár már most is tudnék játszani. Hollandiában játszottam néhány meccset, nem vagyok még a csúcson, de azt gondolom, hogy a téli felkészülés után újra csúcsformába kerülhetek. Egészséges vagyok, nincsen semmilyen sérülésem. Hogy őszinte legyek, sok edzésre és sok mérkőzésre van szükség. Jelenleg körülbelül 70%-os állapotban vagyok, de azt gondolom, hogy 2-2,5 hét után 90%-ra fel tudom ezt tornázni. Látható a napai örömök elé nézel, kisfiúhoz vagy kislányhoz gratulálhatunk. Yeah, we're gonna have a daughter, and it's end of November. November végén kislányom fog születni. Nagyon boldog és nagyon izgatott vagyok. Második gyermekem lesz. Az első egy kisfiú. Azt mondják, hogy 16 éves kortól macerás kicsit lányos apának lenni, de megvannak a terveim már most, hogy hogyan tudom majd megvédeni. Természetesen megkérdeztük Árki Gábort is, hogyan került Julian Jenner Diósgyőrbe. Ez egy hosszú történet. Alapvetően mi már nyáron leszerettük volna igazolni, akkor nem sikerült megállapodnunk, azóta ugyanúgy tartottuk a kapcsolatot, beszélgettünk, akár az ügynöke, akár ugye a játékossal, és végre most sikerült olyan állapotba hozni a megállapodásunkat, amit már mind a két fél részére elfogadható volt, és így nagy örömünkre alá tudtunk vele írni. Években gondolkodunk. Nyilván egy fél éves szerződés semmiféleképpen nem szerettünk volna kötni, rövid távon nem akartunk ilyenbe gondolkodni, tehát egy középtávú megoldást kerestünk, amit mindkét fél elfogadott. Tehát továbbra is azon vagyunk, hogy építkezünk, erősítjük a csapatot, és azt gondolom, hogy egy ilyen kvalitású játékossal a játék stílusunk, a játék kombinációink, illetve minden olyan repertoár
az még szélesebb lett, így remélhetőleg tényleg azokat a célkitűzéseket, amiket önmagunkban megfogalmaztunk az év elején, azt remélhetőleg tartani tudjuk.